Sokáig kerestem azt a módszert, amely képes teljesen ellazítani és lenyugtatni a testet. Amikor első alkalommal végeztem el a harmonizáló testlékzés gyakorlatát, a végére érve biztosan tudtam, amit kerestem, megtaláltam. Kevés olyan módszer van, ami érzelmileg és mentálisan is lenyugtat, energetikailag is kiegyensúlyoz, és amelyik testünket annyira ellazítja, hogy rendkívül mély nyugalmi szintet megtapasztalva, igazán közel visz valódi lényegünkhöz. A harmónia légzés egyszerű és rendkívül hatékony módszer. Elsajátítása és kivitelezése könnyű, eredményei pedig hamar jelentkeznek. A harmónia légzés az alapgyakorlatok közé tartozik, egyfajta energiakiegyensúlyozó eszköz, ami a taoizmus gazdag hagyományából ered. A gyakorlat a test, a lélek és a szellem egységét, harmóniáját teremti meg. A valódi tanítások megmutatják nekünk, hogyan haladhatunk előre saját élményeinkre és tapasztalatainkra támaszkodva. A taoista gyakorlatokban a hangsúly a természet erőjével való kapcsolatteremtésre és önmagunk megismerésére helyeződik. A tao jelentése út. Az ember, a természet az univerzum működésének útja. A taoisták évszázadok óta tanulmányozzák az ember és a természet közötti kölcsönhatásokat. A taoisták önmagukat élő szervezetnek tekintették egy nagyobb élő szervezeten, a természeten belül, ami egy még nagyobb élő szervezet, az univerzum része. Ebből a szemszögből figyelmüket arra a láthatatlan energiára fordították, ami mindent áthat, és mindent életben tart. Ennek az energiának a neve kínai nyelven Csí. A Csí az emberi test és a természet hajtó ereje. Ma már világszerte elfogadott és elismert az erre az energia áramlása alapuló gyógymód, az akupunktúra. Ebben a tárgykörben szerencsére gazdag az irodalom, rengeteg szakkönyv is hozzáférhető már. Ha rápillantunk az akupunktúrás testérképre, láthatjuk, hogy az energia meghatározott útvonalakat követve áramlik testünkben. Ez az energia képes egységet létrehozni személyiségünk alkotó elemei között. Ennek az energiának a segítségével kerülhet harmóniába test, lélek, szellem. A taoista gyakorlatokban, így a fizikai testünk, illetve az érzelmi és mentális állapotunk Lelki és szellemi minőségünk nem választható el egymástól. Személyiségünk alkotó elemei hatást gyakorolnak egymásra. Ezen kapcsolat miatt bármi is történik velünk az egyik szinten, az hatással lesz a többire is. Ha érzelmi energiáink zavarosak, ha nagy érzelmi feszültségeknek vagyunk kitéve, az előbb-utóbb testi tünetekben is megmutatkozik. Ha viszont testünkkel bánunk rosszul, túlhajszoljuk, egészségtelenül tápláljuk, kifárasztjuk, annak negatív hatása érzelmi és mentális szinten is megjelenik. A harmónia légzés olyan gyakorlatsor, amely kedvező hatást gyakorol a testre, érzelmi és gondolati egyensúlyunkra, energiáinkra és magasabb szintű éberséget, tudatosságot eredményez. A harmónia fekve végezhető gyakorlat. Lényeg az ellazulás, az energiáramoltatás és az öröm előmozdítása. A taoista művészetek egyik legfontosabb alapelve az ellazulás. Ha nem tudunk kellően ellazulni, testünk merev és feszes marad, elvesztjük rugalmasságunkat. Ha testünk merev és feszes, akkor elménk is szétszort és zavart marad, energiáink gyengén ára volnak. A testi feszültségek elszívják energiáinkat. A lazítás során ezek az energiák szabadulnak fel. Az így felszabadult energia elősegíti, hogy összhang alakuljon ki bennünk, kiegyensúlyoz, egészségesebbé tesz. A gyakorlat fontos célja az öröm. Hogy örömet tapasztaljunk meg, hogy életünkben több örömöt éljünk meg. Ezért javaslom, hogy gyakorlás közben mosolyogjunk. A mosolygás, a szabadság, elengedettség érzésével tölti meg az elmét és a testet. Képesítesz bennünket arra, hogy élvezzük a kialakuló, kellemes és élettanilag előnyös állapotot. Ahogy gyakorlásunk hatására a megfelelő érzetek kialakulnak, azok egyúttal jelzik is, hogy jó irányba haladunk. A a gyakorlatokban jelentős szerep jut a légzésnek. A lélegzet, a híd amely összeköti a testet az elmével, az elmét pedig a szellemmel. A légzés segít személyiségünk elkülönült részeit összehangolni, rendezni. Legyünk mindig lélegzésünk tudatában. Finoman zárjuk össze ajkunkat, miközben a szájizmait lazán tartjuk, és órunkon keresztül lélegezzünk. Azt mondhatjuk, hogy a szokványos légzésnek nincs színe. Lélegzünk, ahogy lélegzünk, oda sem figyelve. Ez az általános. Ennél a légzésnél egy fokkal jobb, amikor kimegyünk az erdőbe vagy a hegyek közé, és ott friss, tiszta levegővel töltjük meg a tüdőnket. Mindenki érzi ilyenkor a városi levegőhöz viszonyított hatalmas különbséget. Létezik azonban a légzésnek egy ennél is hatékonyabb formája, amikor megtanuljuk belélegezni az aranyfényt, a nap aranyló fényét amikor megtanuljuk összekapcsolni a lélegzetünket az aranyszínű napsugárral. Ezt az aranyról fényt a belégzéssel visszük be testünkbe. Ez a fajta légzés sokkal több energiával tölt föl, sokkal hatékonyabb teljesítményt eredményez, mint a szokványos légzés. A kilégzés fázisa ugyanilyen fontos. Kilégzés során minden elhasznált energia távozik a testünkből kilégzésünk során lássuk lélegzetünket, szavaros, szürke színűnek, mintha füstöt fújnánk ki. Kilégzéskor igyekezünk minden levegőt kifújni, de ezt lazán, izomfeszülés nélkül tegyük. Légzésünk mindig kényelmes, erőfeszítéstől mentes legyen, sima és áramló. Ahogy a gyakorlat végrehajtása közben egyre nyugodtabban érezzük magunkat, azt fogjuk tapasztalni, hogy a ki- és a belégzés fázisai egyre hosszabbá válnak. A lelassult légzés még nagyobb nyugalmat teremt, nyugalmunk pedig tovább lassítja a légzésünket és szívvelésünket. Amikor belélegezzük az aranyszínű fényt, úgy gondoljunk rá, mintha gyógyító energiát vennénk magunkhoz. Kilégzésnél pedig tudatosan szabaduljunk meg a széndiokszittól és a bennünk felgyülemlett mérgektől. Amikor a test stresszes, tehát feszült és merev, akkor ezek a mérgek nem tudnak távozni. Ha viszont ellazulunk, akkor képesek vagyunk szélnek kereszteni a felhalmozott méreganyagokat. A harmónia légzés így válik testünk megtisztításának, energetizálásának és kiegyensúlyozásának rendkívül hatékony eszközévé. Készítsük elő a területet, amit a gyakorlásra használunk. Keresünk nyugodt helyet, ahol biztosak lehetünk abban, hogy 20-30 percig zavartalanul gyakorolhatunk. Válaszunk olyan csendes zugot, ahol a hőmérséklet kellemes, a fényviszonyok nem zavaróak. Szükségünk lesz polifon matracra vagy puha szőnyegre, hogy kényelmesen feküdhessünk, illetve szükség esetén magunkra teríthetünk egy könnyű takarót. Ruhánk legyen könnyű és laza, hogy ne akadályozza a szabad légzésünket evés után várjunk a gyakorlás megkezdésével 30-60 percet. Gyakorolhatunk reggel, ébredés után, vagy este lefekvés előtt. Végezhetjük a gyakorlatsorozatot olyankor, amikor nagy stressznek vagyunk kitéve, amikor valamilyen gondunkra nem találunk megoldást, ha életünkben jelentős változás állt be, ha betegségből lábadozunk, ha erőt gyűjtünk, vagy ha szeretnénk kiegyensúlyozottabbakká válni. A harmónia légzés nagyon egyszerű gyakorlat. Pontosabban nagyon egyszerűnek tűnik, hatása azonban rendkívüli. Olyan nyugalmi szint megtapasztalásához segít hozzá, amilyenben korábban még nem volt részünk. Olyan nyugalmi szintet eredményez, amelynek hatásait örömmel visszük magunkkal mindennapi életünkbe. Szálljunk naponta néhány percet magunkra, és meg fogjuk tapasztalni, hogy már rövid időn belül megtérülnek az önmagunk gondozására fordított percek. Tartsuk eszünkben, a siker kulcsa a gyakorlás. Most pedig következzen a meditáció, amit Domján László olvas fel.